fényszínház szórakoztatta a Bonyhádi fürdő vendégeit az elmúlt szezon egyik maradandó élménynyújtó programjaként. Ezekre az eseményekre idén biztosan nem lesz lehetőség, hiszen a vírusjárvány miatt nem lehet a fürdő területén programokat szervezni. Marad tehát a víz, a napfény és a pihenés, erre viszont már a hétvégétől lehetősége lesz mindenkinek. A Bonyhádi termálfürdő június 13-án szombaton reggel 9 órakor megnyitja kapuit, és sok szeretettel várja a hozzánk betérő fürdőző, szándékozó vendégeket. De természetesen bizonyos óvintézkedéseket mindannyiuknak be kell tartani. Ezek pedig a következők nevezetesen. Már rögtön a beléptetésnél, a portánál, a pénztárnál kézfertőtlenítést, kitettük a szükséges eszközöket, majd egyfajta védőtávolságot is kell tartani a sorban állásnál, és ezt a távolságtartást elvárjuk a vendégektől mind a vízben, mind pedig a zöld területeken. Újításként bevezettük a kártyával való fizetés lehetőségét. Örülnénk, ha minél többen élnének ezzel, akár szép kártya, vagy akár forint alapú pénzmozgásról beszélünk. A higiéniai szabályokat alapesetben is szigorúan vesszük, a takarítók óránként, vagy ha szükséges, sűrűbben a vizes blokkokat kitakarítják, és ezen túlmenőleg a fémfelületeket, a kilincseket szintén órai gyakorisággal fertőtleníteni fogjuk. Azok az a vendégek, akik lázasak vagy köhögnek, azokat megkérjük, hogy akkor ne jöjjenek hozzánk, erre legyenek tekintettel. És van egy nagyon fontos szabály, hogy ebben az esztendőben, ebben a szezonban a fürdőben egy időben mindösszesen 300 vendég tartózkodhat. Ez egy nagyon fontos szabály. Korábban 6-700-at lehetett beengedni. A regionális vagy helyi jellegű fürdőnkből adódóan ez nem okozott problémát, mert az ország távolabbi részéből nem jöttek vendégek, és ez úgy működött. Azonban olyan híreim vannak, információm, itt a környékbeli fürdők nem, vagy később fognak kinyitni. Lehetséges, hogy távolabbról is fognak érkezni hozzánk. Ezért én azt tanácsolom mindenkinek, hogy a honlapunkon felelhető telefonszámon érdeklődjenek, hogy mennyi az esély arra, hogy egy óra múlva még valaki be tud-e jönni, vagy nem, mert ezt szigorúan fogjuk venni a beléptetési korlátot. Megerősített szolgálattal fogjuk várni a vendégeinket, illetve diákmunkásokat is fogunk alkalmazni a célból. A strandszezon tehát hivatalosan is kezdetét veszi a Bonyhádi fürdőben, remélhetőleg megbetegedések nélkül. A veszélyhelyzet várható megszűnését követően új szabályzók lépnek majd életbe, s hogy ezek között lesz-e a strandolás feltételeit enyhítő, még nem tudható. Tehát egyelőre érdemes előre érdeklődni, mielőtt a vidám pancsikolást az elkeseredett gyerek sírás váltja fel az elmaradt élmény miatt.